vissza magát a kisasszony miatt, uram. Ha nem ebben, akkor a következő fogadóban majd megtaláljuk. Hogy Londonba tart, az biztos. Na, fele abba a lányba, csak az bosszant, hogy őt kell hajkurázni, ahelyett, hogy nyúlra mentem volna. Micsoda reggel, az is bolond, aki ilyenkor nem vadászni megy. Ó! Oh. Na, gyerünk! Van is! Mit csinálsz? Hová még? Dobson, hajtson tovább! Yeah! Állj! Mindent kirakni! Mit mondott, tisztelt úr? Mindent kirakni! Kirakni? Vásározókofának néz, vagy minek? Mit rakjak ki? Amilyen van? Azt meg nem kapja tőlem soha sem ő, sem más férfi. Látja ezt? Hiába fenyeget, amit mondtam, megmondtam. Dobson, hajtson tovább! Yeah! Yeah! De szomorú egy férfi élete, amikor be kell írni a szeretett nő emlékével és mufjával. Pénzt vagy életet! Csak egyetlen ginim van. Akkor adja ide azt! Maga a hideg vizet sem keresi meg, mint úton áll. Ne bántson, uram, nem akartam én ártani önnek. És ez a fegyver? Nincs megtöltve. Tényleg nincs. Nem is vagyok én úton álló, csak egy szegény ember, akit elhagyott a szerencséje. Az életem, uram, egy készregény. Éppen 20 évvel ezelőtt kezdődött a kálvárián, mégpedig egy csecsemő miatt. A neve Tom Jones. Ki miatt? Én akkoriban borbélya voltam egy földesúrnak, Mr. Alversinek, aki egy szép nap egy csecsemőt talált az ágyában, és azzal vádoltak, hogy én vagyok az apja. Az ön neve ezek szerint? Partridge. Atyám! De biztosíthatom önt, uram, hogy a vádnak semmi alapja nem volt. Akkor hát ki az apám? Az nem derült ki azóta sem, de engem a bal szerencse azóta is üldöz. Hogyan tehetném jóvá a sok bajt, amit miattam szenvedett el? Ha felfogadna szolgájának. Legyen társam a balsorsban. Hálásan köszönöm. Hogyan jutunk olcsó lakáshoz Londonban? Nincs pénzem. Ismerek ott egy hölgyet, aki szobákat ad bérbe. Szakácsnő volt Mr. Alversinél, amikor én Barbé. Ő hozzá megyünk. Az ő barátai velem most szóba sem állnak. De ez a Millerné a legjobb szívű asszony a világon. Még arra is képes, hogy meglágyítsa Mr. Alversi szívét. Csak halasz legyenek! Halad tessék! Itt az alapjának! A Charlie kocsmájában, szép fiú. Este várlak. Tessék a halat! Jó napot! Eltűnik a himlő helye, hogyha nincs sportszóra sebre. Nem kérek. Nem kell. Csak tessék!